Üdv mindenkinek, ez itt a Trio TV Dunántúl zenei műsorának első bemutatkozó adása. Itt a Csak a Zene című műsorban a környékre érkező országos ismertségű magyar zenészekkel, énekesekkel, előadókkal készült riportokat, beszélgetéseket láthatnak, természetesen zenével. Itt szeretnénk teret adni a megye kevésbé ismert feltörekvő zenekarainak is. Fesztiválkörképpel és zenei érdekességekkel is készülünk. A következő 20 percben színpadra lépés mikrofon végre kerül a Fürkin, az ismerős arcok, a kőszegi Big Box, az Ocsó Macsó, lesz megyei koncert és programajánló. Rögtön kezdjük! A Fürkin zenekart először 2003 nyarán hallottam. Egyből megragadott a zenéjük és a show, amit a színpadon rendeznek. Az az energia, ami belőlük árad, lehengerlő. Azóta rendszeres résztvevői biciklizős és kocogós zenei válogatásomnak. Idén már az új felállással érkeztek Bükre. Ó, hát ez egy borzasztóan hosszú és nagyon aranyos történet. Péli Barna nevezetű zseniális énekes és tehetségkutató és énektanár fiatalember lett felkérve, hogy keressen a Fürkinhez énekest. Ő szólt az én nagyon kedves ismerősömnek, aki szólt nekem, és én fölkerestem Péter Jancsit, a fuvalistát, a producert ugye a Fürkinből, és aztán indult egy ilyen 3 hetes folyamat, hogy én küldtem kis életrajzot, kis anyagot magamról. Ő szólt, hogy na jó, akkor menjek meghallgatásra, akkor én mentem meghallgatásra, és azt mondta, hogy majd, hogyha bekerültem, akkor telefonál, ha nem kerültem be, akkor ír SMS-t vagy e-mailt, és egyszer csak telefonált, és akkor én nagyon boldog voltam. Volt egy meghallgatásod, és nagyon érdekes volt, így én eljöttem Budapestre, akkor megijedtem, akkor nem akartam bemenni, akkor eldöntöttem, hogy ha már mégis eljöttem, akkor mégis bemegyek, akkor csöngettem, hál' Istennek nem jött ki senki, elindultam visszafelé, de mondom, lehet, hogy nem jön a csöngő, bekopogok biztos, mert biztos bekopogtam, nem jön senki, elindultam, és egyszer csak a menedzser kinyitott az ajtót, hogy szia, Andor, te vagy én, gyere be, jaj. Akkor először nagyon megijedtem, aztán jött a zenekar, aztán megint nagyon megijedtem, és aztán egy borzasztóan rossz meghallgatásban volt részem, legalábbis nekik, mert hogy én nagyon rosszul énekeltem akkor, nagyon féltem, de hál' Istennek Jancsi azt mondta, hogy jó, pihenjünk, beszélgessünk, egy kicsit fussunk neki még egyszer, és másodszorra már sikerült, és akkor valószínűleg ez volt a mérvadó, ez volt a döntő. A Fürkin zenekar nem először adott koncertet Bükön, idén a Szent Mihály napi forgatag keretében hozták el a közönségnek a modern ír kocsmazenét. 2008 nyarán alapította a zenekart Péter János fuvolás azzal a nem titkolt szándékkal, hogy lazítson, kikapcsoljon, energiával és jókedvel töltsön fel mindenkit. Idén énekes csere történt, Kovács Nemes Andor váltotta Marti Barnát. Na azért rengeteget kellett dolgozni, mert meg kellett tanulni ezt a sok dalt angolul és magyarul is. Egyébként remek dalokról van szó, mind ami tradicionális ír, mind amit még az elődöm, hogy így fogalmazzak, Marti Barna írta. Egy tökéletes pillanat volt az életemben, és azt hiszem, hogy hát ha még nem is értem el azt, amire mindig vágytam volna, de ez már nagyon ott van a csúcs környékén. Azt el kell mondjam, én egy színművész vagyok, a Délvidékről, Vajdaságból származom, Zentán születtem, Szabadkán vagyok a Népszínháznál színművész. 2010-ben voltam egy kisvárdai határon túli színházak fesztiválján, ahol a Fürkin muzsikált épp ilyen program keretein belül, és én akkor szerettem meg ezt a fajta muzsikát. Igaz, hogy utána nem volt a kedvencem soha, nem követtem, nem jártam utána, hogy mi is ez, de most rákényszerültem, és az igazság, hogy be kell, hogy valljam, hogy eddig hiányzott az életemből, mert egy hatalmas nagy életérzést tudunk vele mi is a közönség felé reprodukálni, és a közönség energiája vissza mi hozzánk az pótolhatatlan, az megmagyarázhatatlan, az hihetetlen, nagyon jó érzés. Andor szerint nagyon jó bekapcsolódni egy jól működő gépezetbe, mert szerinte azonnal ott tud lenni, ahol a többiek tartják a szintet. A zenekar nem csak Magyarországon, külföldön is sokat szerepel. Hát külföldön most ritkábban leszünk, egészen tavaszig. Van még egy bécsi koncertünk, az biztos, az majd december elején lesz, vagy november végén, most nem is tudom, így pontosan meg kéne nézni a naptár.
Lesznek még pesti koncertek, lesz egy nagyon-nagyon nagyszabású akusztikus buli, ezzel most így bontogatjuk a szárnyunkat, próbálunk így akusztikusan is muzsikálni, a Köbölkúti Általános Iskola gyermekkórusával karöltve, valamint azon a koncerten sztárvendégek is lesznek, de most egyelőre még csak ennyit árulhatok el. Ez majd a két ünnep között lesz, 26-a és 30-a között valamikor a Belvárosi Színházban valószínűleg Budapesten. Egyébként lesznek még kis klubkoncertek, ami főleg akusztikus lesz, de azért maradunk a keményebb hangzásnál is, az elektronikus hangzásnál. Lesz még buli, sok. Sok ezeket! Ez az, köszi! Ott fent is! Mindenki tapsol! Nyáron 8. alkalommal találkozott Csepregen az Ismerős Arcok Együttes és Rajongó tábora. Az ott készült riportot már láthatták itt a Trió TV műsorán. Október elején a Szent Mihály napon ismét Vas megyébe, a zenekar elmondása szerint második otthonukba látogattak. A Büki fellépés előtt néhány nappal jelent meg az új albumuk Csak a zene címmel. Meglepetésünkre a kevésszer kamera elé álló Nyerges Attillát sikerült mikrofon végre kapni. A legfontosabb a zenekar életében a tábor. Az, amit most már nagyon régóta csinálunk együtt, azokkal a környékbeli rajongókkal, barátokkal, akik ezt fontosnak tartották és gondolták, hogy ezt a tábort létrehozzák. Ide nekem mindig öröm jönni, nem csak azért, mert az ország egyik legszebb része, és én imádok itt lenni, hanem azért is, mert itt van az a három nap minden évben, amikor úgy jöhetek ki a közönségünk elé vagy közé, hogy nincs felelősség rajtam, nem kell megfelelni, hanem úgy tudok megölelni bárkit, hogy olyan vagy, mint én, a barátom vagy, ember vagy, és ez nagyon-nagyon fontos. Most nem a táborban hallhatta a zenekart a közönség, hanem a szombati Szent Mihály napi forgatagon a Büki Sportcsarnokban. A zenekarnak a koncert előtt két nappal jelent meg az új nagylemeze. Ebből természetesen a Büki közönség is kapott ízelítőt. A cím a lemezek az, hogy Csak a zene, és amit igazán tudni kell róla, az, hogy azzal a hagyománnyal, vagy azzal a megszokott világgal szemben, ami jellemző az Ismerős Arcok zenekar zenéire, anyagaira. Annyiban különbözik ez a dolog, hogy egy picivel valóban több hangsúlyt fektettünk az együtt muzsikálásra és az együtt muzsikálás örömére. Úgy készítettük a lemezt, hogy elvonultunk egy barátunk tanyájára, ott töltöttünk szinte másfél hetet, és tulajdonképpen napi 6-7 óra muzsikálással, zenéléssel raktuk össze az ötleteinket, és építettük fel ezt az anyagot. Ha valaki kíváncsi arra, hogy azon kívül, hogy én mit gondolok a világról, ezen kívül ez az ember, vagy ez a hat ember hogy zenél, akkor ebből a lemezből ezt megtudhatja. Én olyan dolgokra írok szövegeket, amik egyaránt szólnak mindenkinek, tehát ez egy teljesen természetes reakciója volt a közönségnek, hogy elkezdenek járni fiatalok és idősebbek, mert hogy olyan dolgokról beszélek, amik egyébként megjelennek a mindennapi a vacsoraasztalnál, a hétköznapokban, az emberek mindennapjaiban. Csak erről nem szeretünk beszélni, nem igen kerülnek elő a fenkölt szavak és a nagy szerelmek mellett, miközben erről szólnak dalok, ezeket picikét elfelejtjük, azt, hogy az édesanyákat valami fajta tisztelet kellene, hogy övezze, azt, hogy az idős embert szintén valami fajta megbecsülés kellene, hogy övezze, azt, hogy a család szeretete, azt, hogy a haza szeretete egy teljesen természetes dolog, ezeket
Én nem hiszem, hogy ezt egy vacsorasztan elő lehet hozni. Mi pedig erről beszélünk, és azok az emberek, akik ezt szeretnék elmondani, de kínosnak érzik, mert hogy túlságosan fenkölt, túlságosan magasztos, ők, ami minket hívnak segítségül, beteszik ezeket a zenéket, és az ott szól, és elmondjuk helyettük azt, amit ők fontosnak gondolnak. Az ismerős arcok november 14-én Szombathelyen koncertezik. Összegyűjtöttük, kik érkeznek még a megyébe. Milyen koncertek lesznek a következő két hétben az ismerős arcokon kívül? Mit érdemes megnézni, meghallgatni itt a környéken? November 13-án pénteken Szombathelyen az Agórában a Habanosashu Club, a Végállomásban a Halol, a Mozsó Klubban a Mokka Tribute Band lép fel. Sárváron az AZK-ban Takács Eszter Beat Band, The Griffins és Room 5 koncert lesz. 14-én szombaton a Végállomásban ismerős arcok, csak a zene, lemezbemutató koncert. 18-án az Agórában a szerda esti akusztik vendége a Kafkaz. A Végállomás 20-án pénteken a Depresszió 15 éves jubileumi turnéjának állomása lesz. 21-én szombaton a Punk Hanger turné keretében a Hétköznapi Csalódások, a Proszektúra, az ETA és a Dirty Down koncertezik. November 24-én az Agórában Rúzsa Magdi és Presser Gábor Angyal mellettem koncertje lesz. 25-én szintén az Agórában a szerda esti akusztik vendége a Manoja. A Végállomásban 27-én pénteken a Paddy and the Reds, 28-án szombaton a Road koncertezik. Vendég a Magor. Kőszegiek két éve alakultak, aztán átalakultak és megújultak. Új énekesnő is belépett. Legutóbb 3 hete Kőszegen mozgatták meg a közönséget. Bükön a gyógybornapokon láthattuk őket. Jellemzőjük a különleges felállás és az átdolgozások, újrahangszerelések. A Big Box együttes kissé háttérbe szoruló vezetője mutatja be a csapatot. A valamikori kőszegi Fastbox, illetve Kőszeg Big Band zenekarokból alakult. A Fastbox hozta a rock alapot, a Kőszeg Big Band hozta ezt a bluesos, latinos, nem tudom, popos irányzatot is. Tulajdonképpen a felállás elég bonyolult, 6 fúvós, köztük egy egészen különc ember vadászkürtön, illetve a szokásos felállás, két gitár, basszusgitár, szólógitár, egy dobos a szerkóknál, egy dobos a perkáknál, két ének, idén 2015 márciusában egészültünk ki két énekessel, a korábbi egy helyet most már ketten vagyunk, így aztán folyamatosan van vokalista szólam is a szólóének mellett, úgyhogy így állunk most 2015-ben. Az együttes jelenleg a rádióban hallható toplistás számokat játsza, hogy idézek pár előadót, Bruno Mars, Beyoncé, John Newman, Michael Jacksontól is idézünk, de van néha Nirvanát iratunk is, szóval mixelünk is, meg át is veszünk, de big boxosítjuk az összes számot, ez a lényeg. Dallal esetleg készültök-e a közeljövőbe, vagy gondolkodtatok-e már rajta? Igen, hát ezen mindig azt gondolom, hogy minden zenésznek jár kattog az agya.
Egyelőre még nem abban a fázisban vagyunk, hogy ilyesmikkel merészkedjünk bemutatkozni a közönségnek, úgyhogy jelenleg azt nyomatjuk kvázi, hogy az ismerté válás nehéz útján a már kijárt utat, vagy a megjárt utat, hogy is mondjam, szóval a sztárzenészek megjárt útjain próbálunk mi is felfele ívelő pályán mozogni. Ilyen nagy fesztiválon léptetek-e már fel? Hát a kőszegi szüretet, én azt gondolom, hogy lehet fesztivál szinten emlegetni. Most Bükkfürdőn, Bükön most mutatkozunk be először. Egyelőre inkább ilyen kerti parti jellegű koncertjeink voltak, illetve Körmenden zenéltünk még, ahogy idén is fogunk már. Maradjunk egy kicsit Kőszegnél. Az Ocsomacsot nem kell senkinek sem bemutatni itt a környéken. Rendszeres fellépők nem csak az ország kisebb-nagyobb fesztiváljain, hanem a megyében is. Legutóbb a Gyógybornapokon jártak itt Bükön. Az ő szemszögükből a színpadról megnéztük az elsöprő hangulatot. Thank you.
Ennyi fért mai műsorunkba. Jövő héten velünk lesz Szalonna és bandája, az ezen a színpadon fellépő Velhello és a Balkán Fanatik. De készülünk egy kis meglepetésre a Nyughatatlan zenekarral is. Találkozunk egy hét múlva, kedden 18 órától itt a Trio TV műsorán, vagy a www.triotvdunantul.hu/csakazene oldalon. Viszlát!